Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt a immár negyedik Duna Biblia konferencián. Úgy gondolom, hogy amikor valami elindul, az első évben még kicsit információk kellenek nekünk, hogy miről is fog szólni ez az egész program. Második évben talán már kevesebben vannak, akik ezután információk után kutatnának. Üh, harmadik évben talán beáll a gondolkodásmódban, hogy mi az a konferencia és miről szól. És én a negyedik évben még nem is nagyon hallottam olyanokat, akik kérdezték volna, hogy mi is lesz egyáltalán most, hanem mint hátment volna a köztudatba. Úgyhogy úgy konferálnám be ezt a mostan kezdődő egész hétvégés alkalmat, hogy az ismert Duna Biblia konferenciának immár a negyedik ciklusánál járunk, és köszöntök minden kedves nézőt, hiszen ez a konferencia online üzemmódra készült, úgyhogy legtöbben otthonról, legtöbben valamilyen magánkörnyezetből tudjátok elérni, tudják elérni ezt a programot, aminek a mai estéjén én, Horváth Péter, a konferenciák a mai levezetője leszek a házigazdájuk, házigazdátok, én kalauzolom önöket, beneteket, kicsit még gondba vagyok, hogy magázásnál vagy tegeződésnél maradjak. A konferencia nyitó gondolataiként a példabeszédek könyvéből olvasnék el egy szakaszt, ami úgy gondolom, hogy egyben elég magasra is teszi a mércét mindazok számára, akik megszólalnak, hiszen olyan jelzők, meg olyan szerepeknek a megnevezése kerül majd itt sorra, amelyek azt hiszem, hogy mindannyiunknak magas mércét állítanak. Úgy így szól a gondolat, a példabeszédek 22. fejezetének 17 versétől. Fordítsd ide a füledet, hallgassd a bölcsek beszédét, és vedd szívedre tudományodat, tudományomat. Mert gyönyörűséges az, ha megőrzöd azokat szívedben, hogy mindenkor ajkadon legyenek. Az Úrban legyen bizodalmad, erre tanítottalak ma téged, igen, téged. Nem értem-e hasznos tanácsokat és tanulságokat? Hogy tudtodra adjam, ez valóban az igazság beszéde, és hogy igaz beszédet vigyél válaszul azoknak, akik küldtek. Hát, mint mondtam, egy ilyen tudományos konferencián ez a mérce magasra kerül. Én azért mertem ezeket a gondolatokat itt kihangosítani, mert úgy gondolom, hogy minden előadó, mindaz, aki itt megszólal, ennek a súlyát érezte is, úgyhogy a felkészülésében, én azt gondolom, hogy elsősorban a jóisten támogatását kérte, másodszorban pedig a saját szakmai tudását igyekezett mögé tenni. Úgyhogy köszöntök minden konferenciai résztvevőt, köszöntök minden segítőt, akik technikusként vagy valamilyen itteni szolgálatként jelen vannak, akár a helyszínen, de újra hirdetem mindenkinek, hogy amikor holnap is folytatódik, majd reggel 9-kor ez a konferencia, akkor ne abban gondolkodjunk, hogy el tudunk jönni erre a helyszínre, hanem abban gondolkodjunk, hogy 9 ott leszünk a monitor előtt, és el fogjuk indítani a dunabibliakonferencia.hu-n a programunkat. A ma esti alkalmalon többféle és változatos programot sejtett. Először is most egy zene hallgatunk meg. Johann Sebastian Bach, ez dur fúgájának első tételéből Bakos bencének a Orgona szolgálatát hallgassuk meg. <coughs> Én egyszer nagyon sok szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, és arra kérlek benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket egy kezdői Menjél jó atyánk, tényleg hozzád fordulunk, amikor mi az Adventista Egyháznak a képviselői téged keresünk, és szeretnénk tőled tájékoztatást, segítséget kapni, amit ezen a közösségen keresztül a közösségnek a szakmai gondolkodóink keresztül el szeretné juttatni hozzánk arra, azt kérjük, hogy a te áldásodat ad. Köszönjük, hogy velük voltál már a felkészülésben, köszönjük, hogy a vele vagy a nézőkkel, a, amikor ezt az üzenetet értelmezik, köszönjük, hogy te benned bízhatunk, és nem csak abban, hogy ma mi megértésben vagy hasonlókban előre jutunk, hanem abban is urunk, hogy mindaz, amit hallunk, az te hozzád közelebb visz hogy mindaz, amit átélünk, az egy kapcsolatot erősít, mobilizál, energizál, és az tovább fejlődik közöttünk, úrunk, és egy ilyen belsőséges kapcsolat tovább épülhette veled. Köszönjük, hogy, hogy ez lehet a mi konferenciánknak is a lényege, sok minden elhangzó dolog mögött, hogy egy személyes istenismeretre és egy személyes kapcsolatra jussunk. Így szeretnénk téged kérni, hogy add áldásodat erre az egész rendezvényre is, a szívünkben jelenjél meg, és legyél velünk, te ingyen kegyelmedből. Amen. Minden konferenciának van egy mottoja, és a mostani konferenciánknak a három angyal üzenete, vagy a hármas angyali üzenete lenne az a szakasza, ami tulajdonképpen a vizsgálat tárgya lesz. Úgyhogy szeretném még mielőtt az első megszólalónkat, előadónkat ide szólítanám, azelőtt ennek az üzenetnek minden egyes versét kihangosítanánk, elolvasnánk. Tehát arra kérlek benneteket, hogy a jelenések könyve 14. fejezet, 6. versétől 12. versét hallgassátok meg. és egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakósainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt mondta, féljetek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy második angyal követte őt, aki ezt mondta, leomlott, leomlott Babilon a nagyváros, amely a paráznaság szenvedélyének borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte azokat, aki hangosan ezt mondta, ha valaki imádja a fenevadat, és annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten haragjának borából, amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és tűzben és ként köben." gyötrődik a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Gyötrödésük füstje felmegy örökkön-örökké, és nem lesz nyugalmuk sem nappal, sem éjjel azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és aki a nevének bélyegét felveszi. Itt van a helye a szentek hosszú tűrésének, akik megtartják Isten parancsalatait és Jézus hitét. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az első megszólónkat, aki tulajdonképpen a Dunamerki Egyház terület részéről megnyitja ezt a konferenciát. Szeretettel köszöntöm Őszfarkas, dr. Összfarkas Ernőt, az Egyházterület terület elnökét, akire egybe azt is mondhatom, hogy ennek a konferenciának mondhatjuk, hogy a megálmodója, és tartsa meg a megnyitó előadást. Annyit szeretnék elmondani, hogy több megszólalónk is lesz ma még itt a megnyitó keretében is. Szeretném, hogyha mindannyiukat be tudnánk személyesen is mutatni, de az idő rövidsége miatt ezre akkor kerülhet sor, amikor a saját előadásukat megtartják majd. Úgyhogy mind a összfarkas ernővel kapcsolatban, mint pedig dr. Tannheiser Tiborral kapcsolatban is majd ez a személyes bemutatás az adott pillanatban fog sorra kerülni. Ernő, átadnánk neked a szót, és várjuk a következő 25 percben, hogy elmond azt a megnyitó üzenetet, amit hoztál. És még én annyit mondani kell azért előtte, hogy a címe a mostani megnyitó előadásnak hármas angyali üzenet kihívások tüzében. Hallgassuk szeretettel. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntöm a negyedik Duna Biblia konferencia résztvevőit. A második világháború után egy zsidó rabbi meglátogatott egy lengyel egyházi árvaházat. Van-e zsidó gyerekük az árvaházban? kérdezte. A plébános rázta a fejét, nem, nincs egy sem. Biztos benne? kérdezte a rabbi. Nézzük meg a névsort, a nevek elárulják. De mindenkinek lengyel neve van, mondta a plébános. Nincs köztük egy név sem. A rabbi nem adta fel. Európa szerte kereste azokat a gyerekeket, akiket a szülők a náci megszállottság elől keresztény árvaházakba adtak, hogy megmentsék az életüket. Aznap este a rabbi visszatért az árvaházba, és engedélyt kért, hogy végig sétáljon a háló szobákon, ahol a gyermekek már lefeküdtek. Ahogy Járkált, csendben elkezdte a Smáj Izróél kezdetű esti imát recitálni. Ez az az imádság, amit minden zsidó családban. Minden este elmondanak egyfajta énekléssel, és az első dolog, amit a gyerekeknek megtanítanak naponta háromszor elmondták. Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 4. versét. Hald meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, kezdetű imát. Ahogy csendben lágy, éneklő hangon mondta az imát, egyszer csak felsírt egy öt éves kisfiú. Anya, anya, mondta Héberül. Majd egy másik szobában egy másik. Apa, apa, ennek az imának a szavai előhívták a lelkük mélyéből az otthont. Azt az érzést, hogy tartoznak valahová. Mert a somá az identitások DNS-e. A rabbi begyűjtötte a szipogó, pityergő gyerekeket, odaállt a plébános elé, és azt mondta, ők az enyémek, hozzám tartoznak. Magammal viszem őket. Az adventista so már nem más, mint a hármas angyali üzenet, az identitásunk DNS-e, az örökítő anyaga, ami egy adventistát egyedivé tesz. Mark Finley mondta el ezt a történetet, miközben a generál konferencia erre az évre a hármas angyali üzenet újra tanítását tűzte ki célul az adventista óvodákban, iskolákban és cserkészközösségekben. Nos, miért téma ez a téma? A hármas angyali üzenet felismerése indította el az adventista világmissziót, ez adott értelmet az egyházzal szerveződésnek létezni egyáltalán, lenni ebben a világban, nem egy újabb egy X. egyházként, hanem maradék egyházként egy meghatározott küldetéssel Jézus Krisztus eljövetele előtt. A történelem meghatározó szakaszában az akkori világ számára tudatossá vált, hogy rendkívüli szakaszba jutott ez a bolygó. A milleriták Dániel könyve alapján tanulmányozták és jutottak el 1844-ig és ebből megértették a korai adventisták, hogy az utolsó idő küszöbét átlépték. De ahogy Dukán professzor állítja, nem csak a milleriták, hanem más keresztények is valamilyen formában felismerték, hogy a bolygó, a világ történelem egy különleges szakaszába érkezett. Protestánsok és katolikus csoportok együtt próbálták ezt kifejezni. Ortodox zsidók, muszlim csoportok is elkezdtek 1844-el foglalkozni, amire a messiás eljövetelét várták. Sőt, a szekuláris körök is elkezdtek foglalkozni a bolygó sorsával, jövőjével, és megpróbáltak, modelleket felállítani arra, hogy hogyan tudják megőrizni ezt a bolygót. Az evolucionizmus egy ilyen szekuláris kísérlet, a marxizmus egy ilyen materialista kísérlet, hogy ezt a bolygót, a bolygó jövőjét ebben a rendkívüli történelmi szakaszban megőrizzék. Tehát nem csak a mi elődeink felismerése volt, hogy egy különleges időszakba érkeztünk. A tizen a 19. század első évtizedeiben volt egy momentum, egy várakozási, felismerési hullám. Az első adventisták felismerték a jelenések 14-ben, hogy utolérték a proféciát. Ez az üzenet, amit ebben a speciális időben nekik kell betölteni. Mekkora felismerés volt egy maroknyi népnek? Tűzbe hozta őket, ami elhitették vele, velük azt a képtelenséget, hogy ez a néhány tucatnyi ember az egész világgal, minden néppel meg fogja ismertetni ezt az üzenetet. Csak, hogy ezt a tüzet több mint 150 éve gyújtották meg. Nem azzal a gondolattal, hogy 150 év múlva még mindig a várakozásnál tartunk. Vajon elveszítettünk-e valamit az elődök lelkületéből? Változott-e az üzenet relevanciája, aktualitása, a küldetés teljesítményének az esélye? Az én egyszerű válaszom, és ezzel lehet vitatkozni, az, hogy nem. Sőt, most jutottunk el oda, hogy amiről az elődök álmodtak, vagy csak álmodtak, az most valóra vált. Számukra a világ összes népe az amerikai Egyesült Államokat jelentette, hogy ott van mindenki, és ha Amerikában hirdetik az evangéliumot, az az egész világot jelenti. Most értünk el oda a XXI. században, amikor azt mondjuk, hogy az egész világ az egész világot jelenti. Nem csak azt értjük, hogy mi az egész világ, hanem megvan rá az eszközünk, minden eszközünk. Ott vagyunk mindenhol. Bárhol nézhetnek bennünket. Ténylegesen ott vagyunk minden országban, minden nép között. A lehetőség, az eszközök megvannak. Az elődökben volt tűz, de nem volt eszköz megvalósítani, nem volt elég széles látás. Nekünk van látásunk és van eszközünk. De hol van a tűz? Tűz van, és jelenleg a kihívások tüze vettek körbe, vette körül a hármas angyali üzenetet. Melyek ezek a kihívások? Az egyik a buborék hatásnak, a kioltó tüze. A világ csak most fárad bele a karantén életbe, de mi adventisták sokkal hamarabb feltaláltuk. Bezártuk magunkat karanténba a falak köré, és azt mondtuk itt a buborékban, hogy mi jók vagyunk, mi szentek vagyunk, mi választott nép vagyunk, mi kiválasztottak vagyunk, maradék vagyunk, akit érdekel ez az üzenet, keressen meg bennünket. Jöjjön be a falakon belülre, de mi nem megyünk kívül. Mi nem megyünk olyan helyre, ahol a mi szentségünket valami kár érheti, és valamilyen lelki infantilizmus miatt egy más helyen hallott szó vagy mondat összeromba dönti a mi hitünket. Mi nem megyünk sehova. Tényleg jelen vagyunk minden törzs életében? Legalább a saját népünket értjük vagy ismerjük-e? Beszélő viszonyban vagyunk-e a saját nemzetünkkel? A hármas angyali üzenet felelősségre hív, elküld a népek közé, az omló Babilon kövei téglái közé, a fenevadat csodáló tábor tagjai közé, vagy mi is azt gondoljuk, mint az ősi Izrael, hogy az üzenetet mi birtokoljuk, és ezzel igazoljuk az elkülönülés gőgjét? Mit keres három angyal egy bukott bolygón? hogyan tudja úgy küldeni Isten az angyalokat, hogy közben visszatartja őket, és bezárja a saját maguk épített kis gettóban. Menjetek el úgy, hogy maradjatok. Menjetek el úgy, hogy majd, akit ez érdekel, bejön. Menjetek, de maradjatok. Őrizétek meg a szentség tudatát az elkülönültségetekben, és ne menjetek sehová. Miért vált ki ideges reakciót, ha valaki, bárki közülünk kidugja a fejét az ajtón, és ismerkedni próbál azokkal, akiket a történelem egy adott pontján be kell hívni? Miért felejtettük el a negyedik angyalnak a küldetését, hogy eljön a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy fussatok ki belőlei népem? Hova fussanak ki? Ha nem is ismerik, hogy hova? Ha az angyalokkal nem találkoztak és nem beszéltek? Biztos, hogy így kell ezt felfogni? És órákig vitatkozni azon, hogy valaki kiment a kapun kívül, és megszólal egy olyan helyen, ahol mások is ott vannak, akik mást is hisznek, mint mi. Tényleg így akarjuk a küldetést teljesíteni? Tényleg komolyan gondoljuk? Az atyáink is így értették, ezt álmodták meg. Kihívások tüzében vagyunk. A második tűz a csomagoló papír kihívása. A hármas angyal üzenet a közbeszédből kiemelt napirendek csomagoló papírja lett, amitől azt reméljük, hogy könnyebben eladhatóvá válik a kedvenc szellemi termékünk. Szlogenné vált, amit a napi politikai tartalmak sekélyessé tettek. Vajon elfogadható-e, hogy az eltérő irányzatok képviselői iránti érzelmeket azzal legitimizáljuk, hogy bedobjuk őket Babilon, vagy pedig a Fenevat táborának a dobozába, és jelenés 13 szereplőihez hasonlóan ráütjük a bélyeget, ami testvéreinkre. Mert nem ért egyet azzal, ahogy mi látjuk a dolgokat. És azt mondjuk, hogy bélyeg rajta, mert nem ért egyet velem. Erre használjuk az atyáinktól örökölt Jézus eljövetele előtti legszentebb üzenetet. A kihívások tüzébe került a hármas angyali üzenet. Miért várjuk el, hogy gyermekeink és unokáink számára s má legyen a hármas angyali üzenet, amikor egyik hónapban a klímacsúcsot, a másikban a járvány elleni védekezést magyarázzuk bele az ezoterikus irányzatoktól kölcsönvett horror történetekkel. Miért várjuk el azt, hogy a gyermekeink az identitásukat ebben lássák, amikor minden évben valami mást szuszakolunk bele a hármas angyali üzenetbe? Csodálkozunk azon, hogy a generál konferencia felismerte, hogy a mi gyerekeink, a mi iskolásaink nem tudják, hogy mi az azon kívül, hogy a logóban benne van, hogy mit is takar a hármas angyali üzenet. A hármas angyal üzenet nem címke, nem csomagoló anyag, nem nyomaték a mindig változó és divatos szellemi irányzatokra, hanem Isten ünnepélyes, figyelmeztető és bátorító üzenete a világhoz, az ő eljövetele előtt. Mert nem akarja, hogy egy is elveszem. Vagy ahogy Mark Finley megfogalmazta, a hármas angyali üzenet Isten szerelmes levele a világhoz. Ő úgy látja, hogy ennek megmutatása, Tenni ismét a fiatalok identitásának a DNS-évé a hármas angyali üzenetet. Mert ez számukra is értelmes lenne. A harmadik kihívás ebben a tűzben, amiben került a hármas angyali üzenet, az a hitelességi deficit. Ére valamit az üzenet szavai, szavakkal elmondva, ha a jellem. Nincs mellette, ha ez zavart. Van-e ereje a szavaknak hitelesség nélkül? Lehet-e hitelesen beszélni, ére valamit, ha az omló Babilonról beszélünk, miközben a másik kezünkkel építjük Babilon tornyát azzal, hogy a saját elméleteink általi üdvösséget hirdetjük. Az első angyal üzenete Isten úgy mutatja be, mint teremtőt és igaz bírót. És mind a kettőhöz egy-egy fajta viszonyulási módot, egy választ ajánl föl. Az Isten félelem a helyes válasz az ítéletre. Féljétek az Isten, és néki adjatok dicsőséget. Az imádat pedig a helyes válasz a teremtésre. Imádjátok őt, aki teremtett. Mindkét válasz. Az Isten félelem és az Isten imádata a jellemről szól. Ezek nélkül nincs helye és értelme ítéletről vagy teremtésről bármit is mondani. Senki nem fog hinni nekünk. Hiába vagyunk világegyház. A lapos föld hívőinek is van világegyháza. És ha így haladunk, lesz a vírus elleneseknek is világegyháza. Az oltás elleneseknek is lesz egy világegyháza. Elég sok tagot fogunk adni ebbe az új egyházba. Ha nincs a jellem a szavak mellett, a szavaink, a vitáink, a felhívásaink üresen fognak kongani, és erről nélkül leesni ebben a világban. Kiforgattuk a sarokpontból az üzenetet, amikor az imádjátok őt helyett, cselekedjetek érte, szlogent faragtuk ki, ami Bábelnek a megközelítése. Megcsináljuk magunknak, ahogyan a babiloni zikkurát vagy a lépcsős torony templomok sugalják, lépésről lépésre az életmódunk, az erőfeszítéseink által elérjük azt a szintet, azt a magasságot, amikor Isten azt mondja, sikerült, kízattátok, ott van a pecsét rajta ezzel a lelkülettel, ennek a modellezésével nem tudjuk képviselni, hogy leomlott Babilon, mert mi is azt építjük. Amikor meghirdette a generál konferencia erre az évre, a K12 névre hallgató projektet, Ted Wilson a Ellen White szavaira hivatkozva azt nyilatkozta, hogy a hármas angyali üzenet lényege, amiről szól, a hitáltali megigazulás. Én azt hiszem, hogy ide kell visszatalálnunk. A bábeli toronyépítésből. Felismerni, hogy a mi tornyaink, a mi belső Babilonunknak is le kell omlani. Megérkezni csak úgy lehet, ha a teremtés Istenétől függünk, és nem ő függ tőlünk, ahogy szeretnénk, a mi tetteinktől. És végül egy negyedik kihívás ebben a tűzben a lelki diszlexia kihívása. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy értjük-e. Lehetséges-e, hogy több mint 150 év után meg kell találni újra, hogy a hármas angyali üzenet kinek szól, és miről szól? értjük -e ezt még? Miután annyi mindent beletettünk, és annyi mindent elfelejtettünk belőle. Kinek szól? Amikor azt mondjuk, hogy a világnak szól, akkor mit gondolunk magunkról? Hogy mi földön kívüliek vagyunk? Bolygón kívüliek vagyunk? Ebben a világban mi nem vagyunk benne? Egy profétai üzenet mindig a profétán csattan a legjobban. Nincs olyan profétai üzenet, ami ne érinteni a profétát. Ha fölötte áll, akkor ez senkihez nem szól, ha maga a proféta nem tudja megérni és komolyan venni. Ez az üzenet a hetednapi adventistáknak is szól. Sőt, itt kezdődik. Miről szól? Két zsigeri válaszunk van. A Fenevadról és Babilonról. Igen, ezekről is. Közben el, elhomályosult, hogy sokkal többet mond a hármas angyali üzenet a megváltóról, ezért örökkévaló evangélium. Az úrról, ezért imádjátok őt. A bíróról, mert eljött az ítélet órája. A teremtőről, aki teremtette a mennyet és a földet. A törvényadóról, mert megtartják Isten parancsolatait. A megváltóról, mert megtartják Jézus hitét. Nem Jézus Krisztust kellene felemelje ez az üzenet? Az ellenséget kell állandóan reflektorfénybe tenni, biztos, hogy ez fog megmenteni bennünket. Nem a bárányt kell jobban ismernünk, mint a fenevadat. Ennek a világnak ahhoz, hogy megmeneküljön, nem a bárányhoz kell kötődnie, vagy egy negatív reklámmal mindig Babilonról és fenevadról beszélünk csak. Nem, nem azt mondom. És köszönöm, hogy ezek a kommentek nem jelennek meg, hogy erről nem kell beszélni, hogy erről nincs mondani valók, de igen van mondani valók. De a bárányról még több van. Mert ha nincs az előzőek, csak a kétségbeesést, csak a félelmet, a horrort növelik, megoldási kísérlet nélkül. Az üzenet befejező része összegzi a lényeget, amiről valójában szól. Egy áldással, egy ígérettel zárul. Boldogok, áldottak, akik pihennek, akik megnyugszanak. Dániel könyve is így fejeződik be, milyen érdekes. Lelki értelmében is igaz, hogy valami, valaminek meg kell halnia bennünk. Ahhoz, hogy ennek az áldását megértsük. Ahogy a zsidókhoz itt levél 4-10 azt mondja, mert aki bement az ő nyugalmába, az maga megnyugodott a cselekedeteitől. Akik megnyugszanak a saját üdvözítő erőfeszítéseiktől, azok helyett az Úr elvégzi az üdvösséget, és pecsétjével látja el őket, aminek a hatása, a következménye meg fog mutatkozni, mert Isten gyermekei ennek nyugalmában megtermik azt a jellemet, ami hitelességet ad az üzenetnek. Isten dolgozik, érted? Benned és áldottak azok, akik megnyugoznak és elfogadják. A hármas angyali üzenet tehát több, mint figyelmeztetés, bátorítás, jövőkép, bizonyosság, mert nem másról szól az ihletett profétai magyarázat és látás szerint, mint a hitáltali megigazulásból. Krisztusban való békességről, nyugalomról és üdvösségről. Ha ezt megtaláljuk benne, ebben az üzenetben, ezen a hétvégén, akkor ismét visszatalálunk a mi identitásunk DNS-éhez. És ismét visszakerül a tűz Isten népébe. És ez a három angyal az ég közepén ismét látható lesz. Amen. Köszönjük szépen dr. Őszfarkas Ernőnek a megnyitó beszédet, és folytassuk a mi ma esti programunkat. Köszöntöm Kelcsá Dorint, aki egy énekszólót fog előadni. William Kirkpatrick művét Isten Hord kar karjain zongorán kíséri Popovics Viola. Köszönjük szépen! A hetednapi Adventista Egyház Dunamelliki Egyház területe, mint egyik szervező részéről az Egyház terület elnöke megszólalt itt már a megnyitó kapcsán. És mivel egy társrendezőnek nevezhetjük meg az Adventista Teológiai Főiskolát, hiszen döntő többségében az előadók között a Teológiai Főiskola tanárait köszönhetjük majd, Éppen ezért megnyitó gondolatokra kérem fel professzor dr. Tonhajzer Tibort, az Adventista Teológiai Főiskola rektorát. Tisztelt konferencia, kedves jelenlévő résztvevők és online résztvevők! Ez immáron a negyedik olyan tudományos és egyszeres, mint ismeretterjesztő terjesztő alkalmunk, amely Duna Biblia Konferencia elnevezés alatt kerülhetett be egyházunk történetírásába. Azt is mondhatnánk, hogy ez az évenkénti jeles esemény a Duna mellék egyházterület szervezésében és az adventista teológiai főiskola támogatásával lassan-lassan egyfajta adventista hagyományá válik köreinkben, ami örvendetes tény. Én hiszem azt, hogy egy ilyen előadás sorozat minden résztvevő számára hasznos és áldásos lehet, hiszen rendezvényeinken minden esetben az adventista identitás valamely szegmense kerül gorcső alá. Ez kifelé és befelé nézve is egyaránt nagyon sok tanulsággal szolgálhat. Előadóink számára mindez kiváló lehetőség, hiszen ösztönzést kapnak arra, hogy elmélyülhessenek egy-egy a számukra érdekfeszítő terület még mélyebb és intenzívebb kutatásában, de a hallgatóságot is mindenképpen új, tudományos igényességgel feltárt ismeretekkel gyarapíthatja. Konferenciánk címe idén Adventista Identitás és hármas angyal üzenet. Alcíme pedig Globális Krisztusi Küldetésünk kihívásai korunk szekuláris társadalmaiban. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon aktuális téma, és nem csak most, egy világjárvány idején, hanem általánosságban is a posztmodern eszmeiségre épülő 21. század első évtizedeiben. Van mit tanulnunk egymástól. Hiszen küldetésünk ugyan valóban globális, de a szekuláris gondolkodással szinte nap mint nap találkozhatunk, szembesülhetünk, ami halljuk meg őszintén Sokszor komoly kihívást, kihívásokat jelent ami számunkra. Mindenképpen érdemes azonban nem csak a problémákkal és a kihívásokkal foglalkoznunk, de azok megoldási lehetőségeivel is, és ezeknek a kutatására, ezeknek az átgondolására kiváló alkalmat jelenthet egy ilyen fórum. Ahogy az elhangzott az idei egyébként is kivételes alkalom, hiszen az ismert körülmények miatt konferenciánk idén online kerül megrendezésre. Kívánom, hogy a következő két nap mindannyiunk számára hasznos, érdekes, és legfőképpen áldásokban gazdag legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!